Sziasztok, üdvözöllek itt titeket a csatornán, hogyha még nem találkoztunk, én Mándi Blanka vagyok. Amúgy, amit láttatok, hogy kicsit megformáztam a hajam, az annyi, hogy nekem amúgy ilyen hullámos hajam van, de szeretem egy kicsit így a tetejét megvasalni, hogy az rendben legyen, illetve a zaját, mert azt sem szeretem, hogyha így össze-vissza hullámoznak a végek, sokkal szebb így nekem, úgyhogy így meghagyom benne a szép hullámokat, de amúgy még kicsit rendezettebbé teszem. Na és ki az, aki még rajtam kívül imádja az ágynemű cserés napokat? Ezt visszük is mosásra. Nézzétek a cukit! Ja igen, és egy pár hete képzeljétek, leszettem a műkörmeimet. Ugye mindig magamnak építem a körmeim, és szerintem egy évig egyfajtában biztosan volt. És múltkor leszettem, mert kezdett nehézkessé válni a programozás benne. És akkor befestettem a koromlakkal őket, és nagyon tetszett, hogy ilyen kicsik, mert ezt nagyon rég nem éreztem meg, mint hogyha egy másik kezet kaptam volna, és így hozzá kellett szokni. De most már így elég jól le van kopva a koromlak, úgyhogy mindjárt újra festem. Na, gondoltam, így kicsit leülök, megmutogatok néhány dolgot, amit így megszerettem volna. Igazából nemrég múlt el a Valentin nap, mi amúgy is nem azon a napon ünnepeltük, amikor maga Valentin nap volt, hanem hétvégén, mert ugye hétközben egyetem volt, és így nem tudtunk találkozni, meg a barátomnak is volt munkája. Szóval így hétvégén találkoztunk, és csak meg akarom mutatni, hogy mit kaptam tőle. Szóval így ez lenne az ajándék. És hát azt kell tudni rólam, hogy az utóbbi időben elkezdtem így tortákat sütni, csak így ajándékba igazából, mert volt a barátom apukájának, meg anyukájának is szünapja, és tudni kell, hogy nagyon ideges szájú az egész család, és ez a legjobb ajándék szerintem, amit így tudtam nekik adni, mert amúgy nem volt nagyon ötletem, hogy mi az, amire szükségük lenne, és így úgy gondoltam, hogy ez tényleg jó lesz, és valóban mind a kettő torta nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy ezek az első tortáim. Jó, mindig is sütkéreztem, megcsináltam süteményeket, de azért egy tortát összerakni az egy kicsit nagyobb meló. És ugye mind a két alkalommal elkészítettem a tortát, és így nem volt miben vinnem. Ugye a határon is át kellett vinnem Vajdaságba haza, mert én itt Szegeden készítettem a tortákat. És van egy fa kerek sajtálam, és konkrétan arra így ráraktam a tortát, és azon vittem így kézbe. Szóval nagyon kellemetlen volt az egész, és már mondogattam barátomnak, hogy nagyon be kell szereznem egy ilyen tortahordozót, úgyhogy ez lenne az egyik ajándék, mint láthatjátok, nagyon szép, és nagyon hasznos, nagyon örülök neki. És így, ezen a tortahordón van még egy tusfürdő, ez nagyon jó illatú, ilyen fa vaníliás. Volt rajta három ilyen scrunchy hajgumi, a harmadik az már használatban volt is, már félre raktam. Volt rajta egy ilyen dinnyés Orbit, ennek is már felét így megeszegettük közösen. És tudja, hogy imádom az ilyen szájkenőkéket, bármit, amit lehet kenni, és különösen az ilyen formátumokat, amit tudjátok így nyomsz. Valami elképesztő az illata, nagyon jó, ilyen kókuszos, hát szájbalzsam, azt hiszem ez a magyar neve, igen, úgyhogy ez is szuper jó, úgy örültem neki, és képzeljétek, hogy így azt hittem, hogy ennyi, észre se vettem, hogy van még így valami a tálcán, így rajta volt, és el nem tudtam képzelni, hogy mi az. Utalvány, hajvágás plusz wellnessre, mert ennek az a sztoria, hogy hetek óta így nézegetem a hajam, meg mondogatom így a barátomnak is, hogy már nagyon el kéne menni fodrászhoz, de tudjátok, arra így nagyon nehezen veszi rá az ember magát. Jó, hogy nem feltétlenül mindenki, de én igen, mert szeretem a hosszú hajam, nem akarok vágatni sokat belőle, nem akarok pórul járni, hogy valaki sokat vágat belőle, és van egy ismerősöm, aki így szokta vágni a hajam, de nem tudtuk összeegyeztetni a dolgot, és már így tényleg csak egy ideje mondogatom, hogy el kéne menni, de úgy nem is akarok, meg nem tudom. Mindig így kitaláltam valamit, hogy majd, és így halogattam, és
tényleg amúgy így magamat nehezítettem volna rá, és nagyon örülök, hogy ezt megkaptam tőle, mert rögtön be is jelentkeztem, és már pénteken menni is fogok, mert most Makád van. Úgyhogy ez egy szuper jó ajándék. Nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon köszönöm, így tényleg ezek mind olyan akár apróságok, akár nagyobb dolgok, amikre így nagyon szükségem volt, vagy nagyon örülök, és nagyon hasznosan gondolom őket, úgyhogy nagyon jól ismer, és jó ajándékokat adott. Ja, és még egy dolgot akartam így megmutatni, ami most a következő lépés lesz, hogy becsomagolom. Most lesz a barátom nővérének a születésnapja, és neki így enni szerettem volna valamit, és hát szereti az ilyen Calvin Klein-os dolgokat, mert láttam már jó néhányszor olyan pólót, és ezt amikor megláttam, egyből ő jutott eszembe, hogy ez mennyire jól néz neki rajta, meg szerintem nagyon szép is, szóval ez egy ilyen Calvin Klein-os felső, itt van kicsibe, hogy Calvin Klein ezüsttel és címkés, rendeltem netről, és szerintem nagyon-nagyon szép, meg ott a csajon is nagyon szépen mutatott, meg szép barna a bőre a Krisztinának, úgyhogy nagyon jól fog rajta mutatni. Azt gondolom, hogy örülni is fog neki, remélem. Úgyhogy ez lesz a következő lépés, hogy most ezt becsomagoljuk. Na most már körülbelül egy másfél órája szakdodám írom, és mindjárt egy kicsit megmutatom, hogy hogy is néz ki. Szóval, mivel matekos vagyok, nagyon sok képlet, meg ilyesmi van ugye a szakdogámban, és ebben a tagben írjuk, tag stúdió neve, és ilyen matematikai környezeteket lehet definiálni, illetve ilyen programkódok vannak az egyes különböző karakterekre, amit például így Wordben nem tudnál kivitelezni. Ja, és azt nem mondtam el, hogy mi a témám, szóval én ugye matematika szakra járok informatika specializációval, és ezért egy olyan témát akartam választani, ami infós, de azért vannak matekos részei is, sőt, elég matekos amúgy az egész, de kapcsolódik az infóhoz, mert algoritmusokról van szó, és azoknak a bonyolultságáról, szóval, hogyha valakinek mondasz valamit, hogy rezolúció, akkor avval kapcsolatos így a témám, még így az alapoktól feldolgozom, felépítem szépen, hogy ha egy matematikus elolvas, akkor ő is megértse, hogy miről van szó, mert nyilván, hogyha így belevágok egyből a durva dolgokba, akkor az nem lesz úgy senkinek érthető, szóval így most szépen mindent ugye definiálgatni kellett, és ja, van egy durva bizonyítás benne, ami így bonyolultabb, aztán még csinálgatom, majd meglátjuk, hogy mennyi minden fér bele. Szóval az ebédem az most ilyen kis gyors, ez ilyen spenótos, csicseri, borsós hagymás dolog. Még egy kis tejfölt raktam bele, ez itt cikla pluszalma lereszelve. Egy kis ecet és cukor van rajta, majonéz, és ezt fogom még így mellé enni. És akkor ez lesz a mostani ebéd. És ez amúgy a kedvenc rupim, sokszor így kenyér helyett csak ezt teszem így dolgokhoz. Van, hogy vacsira azt teszem, hogy csinálok valami lavást, és ezt teszegetem. Most így ebéd után kicsit néztem való világot, és eldöntöttem, hogy felveszek egy hol videót. Úgyhogy majd ez a videó után fog szerintem kikerülni ez a hol videó, amit most felveszek, de majd nézzétek, figyeljétek, mert szerintem jó dolgok lesznek benne. Megyünk operációkutatás órára, csak előtte gyors feladunk egy csomagot. Most amúgy így nézegettem a gardróbom, és egy pár dolgot feltöltöttem Vintidre. Szóval, ha van Vintided és szeretnél nézelődni, akkor fent van egy 50 dolog legalább az oldalamon. Blanka 21 néven megtalálsz. Hogyha vajdasági vagy, és szeretnél venni valamit, akkor írj rám, küld el, amit szeretnél, és megoldjuk. Ja, ennyi. Hogyha nem tudod, mi az a Vintid, akkor nagyjából annyi, hogy használt ruhákat lehet árulni ezen az oldalon, és nagyon könnyű az adásvétel. Úgyhogy, ja. Jó, hát rólatok megfeledkeztem. Igazából nem sok minden történt, szentogáztam. Akartam egyet tornázni, de hát tudjátok, hogy van az néha, csak így akarsz, de aztán nem visz rá a lélek.
most főztem egy forró csokit, meg ezek a szemtapaszok közdenek így leesni a fejemről. Nagyon köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy valamennyire szórakoztató volt, és hát találkozunk a következő videóban. Sziasztok!